hiba jelenség, a sparkon megnyomása után az automata nem megy tovább, nem tudjuk beütni a rendszámot. Aki ezt tapasztalja, szólhat a lakossági hiba bejelentésen, illetve ha nem tud jegyet váltani, ma nem fogják megbüntetni. Ma délelőtt több új parkoló automatánál tapasztaltak hasonló hibát az autósok. Eddig csak mechanikus hibák jöttek elő a rendszerben, elakadt a papír vagy egy-egy érme. A mostanit a szoftver okozhatja. Körülbelül az órák 20%-ánál fordult elő. A közlekedési társaság azonnal értesítette a magyar beszállítót, a DBM két szervizmérnököt is küldött egyből a hibának az elhárítására. A szoftveres hibát egyelőre úgy tudják javítani, hogy ezekben az esetekben újraindítják az automatákat, és akkor ez a szoftveres hiba megszűnik. De van még egy rossz hírem ezzel kapcsolatban, hogy sajnos azt még nem találták meg, hogy mi okozza ezt a hibát. Egyelőre nem lehet tudni, mennyire komoly hibáról van szó. Holnap minden esetre a német gyártó cég mérnöke is Szegedre jön. Este 6-kor, amikor a rendszer leáll, újraindítják és frissítik, ettől remélik a megoldást. Aki ma a rossz automata miatt nem tudott jegyet váltani, azt nem fogják megbüntetni a parkolóőrök. Akire pótdíjat rónak ki, az reklamálhat, és ha közelben tényleg nem működött az óra, akkor elengedik neki.